Fino. A bajai jópofas srácok csapata Balatonszárszon szerette volna bizonyítani, hogy a bajaiak nem csak halászléfőzésben, hanem lecsóban is kiválóak. Minden úgy készül, mint régen készítettük, csak a vége előtt 5 perccel egy tejföllel be lesz habarva, és kapros tejfölös jutúros galuskával lesz tálalva. 52 csapat nevezett az idei immár 10. Balatonszárszói Lecsófesztiválra, ahonnét természetesen a helyi indulók sem hiányozhattak. A haspók, tyúkok is különleges lecsóval készültek. Szokásos alap, ugye a hagymás alap, zsír a szalonnával, utána ugye a hagyma, és aztán a paprika és a paradicsom természetesen. Ez az alap, ugye? De ezen kívül van még más összetevőnk, ami a titkos recept. A zsűri az ízre, ízharmóniára, az elkészítésre egyaránt figyelt. Az ítészek között kapott helyet ezúttal is Csukás István meseíró, Balatonszárszó állandó nyári lakosa. Kiválóbbnál kiváló lecsó készülnek. Nem is hittem, hogy az országban ennyi fantasztikus lecsó szakács van. Lecsó szakács azért ezek hozzá, mert lehet, hogy semmi más nem tud főzni, de lecsót azt igenis kiválóan tud főzni. A Lecsófesztivál népszerűségét is mutatja, hogy egyre többen ehhez a programhoz időzítik a pihenésüket. Ráadásul a turisztikai szezont is tudják hosszabbítani ezáltal a településen, hiszen a nyár nem ér véget augusztus 20-án. Ezzel, hogy egy héttel tovább még itt rendezvény van, úgy alakult Szárszón a helyzet, hogy nem lehet szállást szerezni, és azt hiszem, hogy ez nagyon sok turista számára meglepetés, a vendéglátósoknak meg nagy öröm. Hát a másik része pedig az, hogy ez a lecsó tényleg egy nagyon egyszerű műfaj, és ezért bármi, bármikor tudja egy lecsőt készíteni.